Johnny. Ez a tablő. Tovább! Tovább! Johnny szerepében Johnny Erickson, Kovács Nóra. John Erickson, Dobránszky Zoltán. J. Erickson, Fehér Anna. Dick, Rádóti Zoltán. Dr. Cheryl, Mécs Károly. Na! Már fönt is van. Lindy, Menzátor Magdolna. Diana, Kis Erika. És most hazamegyünk. Gyerünk! Don, Malcsiner Péter. Barbara, Ráckevei Anna. Fényképezte Frank Raymond. Forgatókönyvet Johnny Erickson és Joe Masser Johnny című könyvéből James F. Collier írta. Megszabadítalak a gyerektől, aztán lecsutakozzak. Rendezte James F. Collier. ...1967 nyara. Tesszetek le rögtön! Eltörítek! Majd mit mondtam, ne nyúljatok hozzá! Tönkre teszitek bűnös könyvön! Hiába beszél az ember! Bács, nem jössz be! Jaj, megcsípett egy rák! Johnny, vigyázz, rákok vannak! Fejét kiállam, meg akkor mindjárt kimondok. Jó, Istenem! Mi történt? Az orrom, gondolom, homok vagy ilyesmi. Itt kell majd kitölteni a bejelentőt, jó? Elintézem. Lélegezni még tudok, tehát nem lehet túl nagy baj. Ez a zsibbacsák múlna már el. Fejes? De milyen fejes volt?
betegeink 70%-a emiatt kerül ide. Jelezzen, ha érez valamit. Igen. Elnézést! Nővérke, a lányomat keresem. Hazamehetek ma. Johnny, én nagyon megértem. Nem Johnny, hanem Johnny. Édesapám fiút szeretett volna. Az a rák nem csíp a lábamba. Talán hátra se fordulok. És akkor most ki tudja. Megjött apád. Apa, alá kell írnod egy papírt. Anélkül nem operálják. Előbb beszélnék egy orvossal. Az okozza a zsibbadást, hogy egy ponton megroppant a gerincoszlop. Műtéti beavatkozással megpróbáljuk itt csökkenteni a terhelést. Na, mit csinál? Megtiltom a hajamat! Értse meg! Menjen innen! Ide figyeljenek, tudják, mi lesz, ezt az apám meg tudja! Ne pakodja a fejét! Nyugodjék meg! Nem akarom! Johnny. Bocsássanak meg! Bocsánatot kérek! Úgy megijedtem! Többet ne! Muszáj! Az Úr az én pásztorom. Nem szükölkedem. Azért ki lehetett bírni, ugye? Ki? Tessék, sportklub! Dick Silver? Hé, Dick! Telefon! Passzol rá! Dick Fielder! Te vagy, Jay, szevasz! Úgy tudom, Johnnyval valami programot terveztetek. Hé, Jay, mi történt? Önök Ericksonék? Dr. Sheryl vagyok. Csigolyatörés, teljes gerincfelő szakadással. Úgy is mondhatnám, hogy nyaktörés. De ugye nem halálos? Három kritikus nap áll előttünk. Hogy ne legyenek felfekvések. Két óra háton, két óra hason. Úgy látszik, rosszat álmodik. Nagyon kérem szépen. Megnézem.
Tessék, Johnny, segíthetek? Ez a borzasztó hang, mint a láncot csörgetnének. Mindjárt megszűnik. Aludjon, az jót tesz. Mi ez? Hol vagyok? Senki nem tud semmit. Jó napot! Sikerül? Intenzív osztály, Pauline Jensen beszél. Ja, írom, doktor úr. Demerol 100 mg. Tehát kizárólag fájdalom esetén, 3-4 óránként, értem. Természetesen. Pauline, segíts, légy szíves. Szia, te hős. Itt az emberek meghalnak, Dick. Ne rosszalkodj. Adj puszit Johnnynak. Jaj, de aranyos. Milyen finom, puha szőre. Mit csináltál, te kis disznó? Biztos hozzászokott már a buta kérdésekhez. Kiderült. Értem. Kitörtem a nyakam, tehát meg fogok halni. Miért tart ilyen soká? Túl van 4 nehéz héten. Vagyis a kritikus időszakon. Ugyanolyan adófizető állampolgár lesz maga is, mint bárki más. Hamarosan megoperálom. Összeillesztem a nyakában a csontokat. És elbúcsúzhat a feszítőágytól. Anya, te tudtad? Nem. Lenne kedve külön szobához? Amin ablak van. Valami kis szín volt. A fehéret egy életre meggyűlöltem. Tampol mit képít? A plafonra. Parám! Kézgyomorrontás. Ó, ez igazi? Hogy kérdezhetsz ilyet, anya? Mindjárt jövök. De John, az orvos azt ígérte, hogy a műtét után azonnal lejön. Istenem, segíts! Kisasszony, Cheryl doktor kijött már a műtőből? Sajnos nem tudom. Cheryl doktor! Johnny, jól van, Erickson úr, épp onnan jövök. A műtét sikerült. Tudja, doktor úr, én birkóztam fiatal koromban. A 32-es olimpián is részt vettem. De nem ez a fontos. Hanem, hogy minden versenyen van egy pillanat, amikor az ember az ellenfelét elkapja és odaszorítja. Érzi a saját fölényét a másik erejével szemben. És ettől úgy megmámorosodik, hogy legyőzhetetlennek hiszi magát. Nyilván az ön játszmájában is vannak pillanatok, amikor az ujja, az agya azt súgja, győzni fog. Igen, azt hiszem. Mondja meg nekem, doktor úr, a kislányomnál várható a győzelem?
Ez a műtét, az összeillesztés hoz előrelépést. A doktor úr szerint a műtét sikerült. Igen, bármelyik pillanatban hozhatják Johnnyt. A többi szoba feldíszítését nem lenne kedvük vállalni. Félek, hogy csalódna bennünk. Tudnunk kell, hogy ki lakik benne. Mi van veled? A lányoknak nagyon sok segítségre lesz szüksége. A csata legnehezebb része még hátra van, hogy lelkileg rendezve. De hát azt mondta, hogy a műtét sikerült, nem? A valóság az, hogy Johnny örökre béna marad. Ezen fúziós műtéttel sem segíthetünk. Viszont bízhatunk abban, hogy idővel használni tudja majd a kezét. Jaj, ez ő! Mert ő egy drága jó kislány, mert ő egy drága jó kislány, mert ő egy drága jó kislány, hisz tényleg nem vitás. Boldog születésnapot! Ma van a születésnapom. Majd én nyitom. Szerintem jobb lesz, ha itt teszünk az ebédlőben. Hogy mindent hurcolásszunk. Sokkal egyszerűbb a konyhában. Én az ebédlőben szeretnék. Kifogytunk a félkész ételekből. Mit választasz? Brokkolit vagy spenótot? Próbáljuk úgy viselni, mint normális emberek. Jaj, maga szörnyeteg! Szándékosan ijeszgeti az embert. Újabban nagyon gyorsan reagálnak az idegei. Az jó jel. Gyógyulnak. Csukja be az ajtót! Legyen szíves. Szervusz, kislányom. Forzasztóan bánt, hogy a földre kell kuporodnod, ha látni akarsz. A föld az én második otthonom. Már hozzászoktam. Te mindig helytáltál, és helytálsz most is. Hoztam neked valamit, amíg nem tudod jobban mozgatni a fejed. De jó, majdnem az egész szobát látom. Sokáig kell feküdnöm még ebben a keretben. Apa, mondd meg őszintén, jobb, ha tudom az igazat. Johnny, az orvos azt mondta, hogy a sérülésed úgy, ahogy maradandó. A táncról le kell mondanod. Jó, de azért járni fogok. Nem értem, miért vagy így megilletődve. Ez volna a te akaratod. Tehát én mindent úgy tettem, ahogy kereszténnyez illik. Megbántam a bűneimet. Mindet. Tényleg. Miért hagyod, hogy ez legyen velem? Butaság hozzád beszélni. Ugyanolyan személytelen vagy, mint a gépek körülötte. Micsoda ostoba dolog azt hinni, hogy törődsz az emberekkel.
azzal, hogy mi történik velünk. Segítened kell, a legjobb barátnőm vagy. Szívesen. Miben? Áltattuk magunkat. Előbb-utóbb bekövetkezik. Nekem az a jó, ha előbb. Adj valamit. Mondjuk erős altatót. Ne viccelj, mert komolyan veszem. Már majdnem meghaltam, és most is élő halott vagyok. Szó sincs róla. Ide figyelj, ha mozogni tudnék, elintézném. Segítesz nekem, ha szeretsz. Vágd fel az ereimet. Úgy se érzek semmit, nem fog fájni. Ez az egyetlen megoldás. Nincs kit megkérjek rajtad kívül. Zsáni, hogy mondhatsz, én nem tudom megtenni. Akkor megteszem magam. Ne mondj ilyet, bűnös gondolat. Bűn. És az kit érdekel, amikor semmi sincs már, csak a múlt. Fel kell készítenünk, mielőtt átadjuk a rehabilitációnak. Ki akar zsuppolni, doktor úr? Ők nagyon sokat segíthetnek magán, főként motoros balesetekkel foglalkoznak. Magánál működnek az ingerek a vállban, a felkarban és a mellkasban, ami mozgásba hozhat más izmokat is a hátban, a vállban. Ezzel helyettesítheti a karizmokat. Ez jelenti azt, hogy visszanyerem a kezem? A leletei azt mutatják, hogy a bicepszének az 50%-a ép. A biceps az az izom a felső karban, ami az egész kar mozdulatát irányítja. Hogy meddig jut el, az majd csak akkor derül ki, ha gyakorolja. De rohantam. Hány óra van? 8:10. Hogy telt a nap? Ez neked látogatás? Ma minden rosszul jött ki. 3-tól volt órám, utána rögtön kiálltam. 5 kocsit stoppoltam le, mire ideértem. Hé, mit csinálsz? Átrendezzük a szobát. Lássa meg az éjszakás nővér, lesz balhé. Miért? Érdekel? Szörnyű álmom volt, azért vagyok ilyen dilis. Hogy faképnél hagytál, Ginny Norris miatt. Ginny Norris? Mondd, hogy szeretsz, Dick. Mondd, hogy nem hagysz el soha. Szeretlek. 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 És nem hagylak el soha. Ez jó volt. Mint egy játékautomata. Bedobtad a pénzt és nyertél. Nem hittem, hogy ilyenre vetemedem. Te sokkal jobban mozgatod a fejed. Haladás. Minden nap terápián vagyok. Iszonyú. Csak akkor tudom végigcsinálni, ha velem vagy. Még ha elhagysz, meghalok. Érzem, nem bírom ki. Ide figyelj, Lady Macbeth. Ha ez az ára, hogy abba hagyd a monológot. Mondom újra. Szeretlek. Mindig melletted leszek. Örökre. Állítólag nem sokára elvisznek innen. Egy rehabilitációs kórházba. Mikor? Ki tudja. Ők fogják eldönteni. Ez előrelépés, nem? Jaj, várjanak egy kicsit. Óvatosan kérem. Micsoda szinergia. Szinte bántja a szemem. Á, csak 8-tól lesz rendes műsor. Addig csak ismétlést adnak. Azt hallottam, hogy New Yorkban tüntetések vannak, és Johnson ejtőernyősöket akar bevetni. Mit gondol, ez Baltimore-ban is előfordulhat? Én csak azt tudom, hogy ha nem eszik, többet megharagszanak magára. Elnézést. Ugye ne beszéljek evés közben. És Houghton elmegy mellette, gyönyörűen kicsúszik, remekül csinálta.
Ne izguljon. Nem tekerek rajta csak néhány százat. Ezt nevezem. 10 fok első alkalommal, nem semmi. Earl, megnéznéd a kocsimat munka után? Megint a kuplung? Ezek a külföldi autók gyorsan kinyíródnak. Lehet, de olyan aranyos. Ne emeljen följebb. Nem bírom. Kiment a vér a fejéből? Engedje el magát. Mindjárt elmúlik. A hálaadó ünnepen már ülni fog. Fogadunk, Earl? Velem nem. Én nem fogadok. Raúl, nem a bursliban vagyunk. Volt már olyan, aki a saját lábán ment ki innen? Jaj, de hányan. Mindent megteszünk, amit csak lehet. Hé, te, mit csinálsz? Megörültél? Ez nem normális. Beszélgessünk? Aha. Hol van Woodlawn? Baltimore mellett, az elővárosa. Á, hatalmas családi ház, szép nagy kerte. Figyelj, te biztosan jobb fej lehettél a suliban. 16-szor szerepelsz az évkönyvben. Belekukucskáltam. Szerettem a sulimat. Te hova jártál? Én? A West End gimibe. Lepra egy hely. Nem tanultam meg mást, mint pöfékelni. 2 évig gyötörtek, aztán lerinceltem. Te meg én szobatársak vagyunk. És te miért vagy itt? Állítólag daganat van a gerincemen. Na, de ők se biztosak benne. Ebben a nyomor üzemben nem árt, ha az embernek van valami különlegessége. Érted? Legalább könnyen felhívja magára szíves figyelmüket. Tetszett a fizikoterápia? Elájultam. Azt hiszem. Mázlid van, hogy Barbarát kaptad. Az a csaj annyit kíván, amennyit lehet. Gondold azt, hogy Disneyland. És most a nagy mutatvány, Johnny. Ez szép volt. Kösz. Hozok majd egy tortát, és megünnepeljük. Havazik. Johnny. Látja, öklömnyi pelyhek. Thank you.
Bumblebee most úgy is kikerül egy időre a forgalomból. Nem kéne fedezte? Tudom. Egy kis csikó. De nem maradna ilyen szép sudár. Ne viccelj már egy elléstől. Megfeleznénk a pénzt. De rövid ez a nadrág. Kilátszik az oknim. Úgy látszik, nősz. Jay, ha kikerülök innen, szeretném, ha Tumbleweed megint versenyezne. Hogy tudtad rávenni anyáikat, hogy kint maradjanak? Fenyegetéssel. Azt mondtam nekik, ha bejönnek, elrontják a meglepetést. Kellemes ünnepeket. Jaj, de gyönyörű. Fehér karácsony, én rendeltem. Óvatosan, Jay, nehogy megcsúszunk. Kinek hiányozna éppen karácsonyra? Anyád merő aggodalom. Nyugi, anya. Én már nem törhetem ki a nyakam. Hogy értek, hív az angyal, mindenkinek. Itt legalább nyugi van. Mindenkinél ugyanaz a helyzet. Aha, bal lábunk, de minek? Valóságos megkönnyebbülés, hogy nem kell mindent elmagyarázni ezerszer. Az. Őrültem fárasztó a karokonak. Hülyének nézik az embert. A Lökött bácsikám megkérdezte, hogy azért tudok-e olvasni. Jó kérdés. Na és te? Azt mondtam egy frász. Akinek a lába megbénul, az minden szempontból béna. Figyelem, közeledik Barbara Waters és Cassius Clay. Készülünk a karácsonyra. Koszos az ágynemünk, húznának föl tisztát. Az a rémséges nő tegnap nem cserélte ki. Kevesebb tiszta ágyneműt kapunk az ünnep miatt. Tömény bűz van. Egy kis kozmetika. Mi van vele? Felfekvések. A csont fölött teljesen lekopott a bőr. Na de... Mennem kell. Várjon egy percet! Abba a szobába visznek, ahova beszoktak szólni a srácok, hogy hello, ki akar baseballozni? És ha azt mondjuk, mi nyaktól lefelé nem tudunk mozogni, azt felelik. Nem baj, a kettes kiinduló pontra jók lesztek. Szükségtelen, hogy elaltassuk. Ha csak nem túlzottan undorodós. Egy darabot el kell távolítanunk a kiálló csontból. Lecsiszoljuk szépen, hogy ne okozzon több kellemetlenséget. Egész nyugodtan. Véső. Kalapácsot. Sír, attól megkönnyed. Nem sírhatok. Nincs, aki segítsen kifújni és megtörölni az orromat. Itt vagyok én. És ha elmész, mi lesz? Ha rákezdeném, olyan jó lesz, hogy mindig sírni akarnék. Hát jó, te tudod. Fordítsd vissza.
Valahogy szeretném kikapcsolni ezeket a körülményeket, amik között vagy. Az elmúlt hónapokban megpróbáltam felidézni eddigi életemet. És rájöttem, hogy én soha nem kaptam igazi pofont. Éltem, mit se tudva, hogy mi az élet valahol egy iskolában. És most megpróbálok szembesülni az igazi világgal. A fájdalmaddal. Istenem, ha nem engedsz meghalni, mutasd meg, hogyan éljek. Csak ezt kérem. Tavasz 1968. Van valami óhaj, sóhaj, kisasszony? Nem. Hiányoztál. Ennyi, kinek az egyenruháját bitorlod? Senkiét, az enyém. Tetszik? Vigyázz, mert itt nem nagyon értik a tréfát. Tiszta őrültség, hogy nem engednek be látogatókat 2 óra előtt. Lemondanál a show műsorokról nyilván. Így, mint önkéntes ápolónő, itt lehetek veled reggeltől estig. Na és a tanulás? Kihagyok 1 fél évet. Ne viccelj, ez tiszta őrültség. Miért? Nem is voltam rendesen beiratkozva. Unom a folytonos keresztkérdéseket, nem is tudom, mi akarok lenni. Már Istent is kérdeztem, hogy mi a terve velem. Na szóval szabad vagyok, és amíg nem kapok valami nagy ajánlatot, kérésed számomra parancs. Kisasszony, állok szíves rendelkezésre. Helyes! Na lássuk csak. Szénabogja haj, satnya fogak. Kékköves lehele. Micsoda botrány? Na, milyen? Hát... Sziasztok! A nyakad? Tudod, hogy ez méreg? Azért szívom. Úgy megerősödnek a hajhagymáim, hogy kiszívják az agyamat. De nem bánom. Martin Luther King ellen, aki síkra szállt az erőszak ellen. Dr. King szerdán reggel érkezett meg Memphisbe. Az egész világ kifordult önmagából. Aki hónapok óta sztrájkolnak a városban. Szörnyű, hogy még mindig itt tartunk. Mint polgárjogi harcos az erőszakmentességet hirdette. Küzdött a fai és polgári egyenlőség. Ne szorítsa úgy! A végén még görcsöt kap a szája. Mint egy első elemista. Miért olyan fontos, hogy megtanuljak írni a számmal? Úgy utálom. Én tudom, hogy rendbe jön a kezem. És ha mégsem, ő nem tesz ilyet velem. Tegnap óta nem működik. Nincs légkondicionáló, lehet izzadni. Te aztán nem fogsz tönkre menni bele. Ott, az őserdőben mindig dögmeleg van, nem? Miért nekem szólt? Nem vagyunk ilyen bizalmas viszonyban. Az a gyanúm, hogy maga soha nem is lesz senkivel. Nővér, meg kéne fordítani BJ-t. Senki nem volt itt ebéd óta. Így kéne, hogy hagyjam reggelig. És nem megfordítani. Négerek meg hipik. Dicső társaság. Nem 2 ember kell a megfordításhoz? Ne izguljon, édes. Úgy se érez semmit. Eni! Panasz
fogok tenni a főnővérnél. BJ orvosa ki fogja rugatni magát. Azt kétlem. Ha tudnék gyorsan mozogni, most oda mennék, és szétverném a képét. Ne mondd, te kis purdé. Na gyerünk! Be fogja perelni. Mindent láttunk. Tanúsítjuk neki. Jó ét, hölgyek. Jó napot! Ez az egy jó van benne. Gyakran álmodom azt, hogy járok. És ez ösztönöz, hogy keményebben. Kedves anya és apa, mit szóltok, hogy így írok? Hát ez meg minek? Rajzoljon rá valamit. Nem mondja komolyan. Amihez kedve van. Ezzel. Nem fog menni. Azelőtt sokat rajzoltam színnel. Apám különösen ügyes. De akkor működött a kezem. Az ügyesség, a tehetség itt van elraktározva. Egy kis gyakorlás, és úgy fog rajzolni a szájával is, mint a kezével. Iszonyú, hogy mennyire kipattogott a bőröm. Remélem, Jay előbb éri, de mindig. Megígérte, hogy hoz alapozót meg pirosítót. Pillanatokon belül tele leszek pattanásokkal. Figyelj, nyugodtan használhatod a cuccaimat. Kikészítelek én úgy, hogy a fotomodellek se különbek. Kösz szépen. Lehet? Persze. Jaj, de finom. Ilyen vagyok. Mint azok a kicsicsázott nőcik a Vogue-ban. Boldog születésnapot. A harmadik orvostokol már vagy 10 perce. Mit gondolnak, más menjen gyalog? Már tényleg ki kéne szállni. Ne. Elindult. Elindult. Tűnjünk el innen gyorsan. Fogadást adunk a születésnapok tiszteletére. Ezt a falatot ajánlom. Gyertek már, ne kéressétek. Vegyetek még. Azt hiszed, olyan könnyű? Johnny, nézd, mi van a kisztesse. Mivel írtátok fel? A szátokkal? Apa, nem vagyok már a te kicsi lányom. De a lányom vagy. Nem sokára kiengednek, fel kell rá készülnünk. Honnan tudod? Ki mondta? Kislányom, mi nálunk a városban mindig meg lesz a helyed. De Jay erőszakoskodik, hogy nála légy a tanyán. Gondolkodj rajta, hogy neked melyik lenne jobb. Hatalmas harc folyik, eszeveszett, elszánt, őrületes harc. A persze a fűnyűzben ez megszokott. Megjöttünk.
Légy szíves, vedd le a rongyot. Ez én vagyok. Egyszer talán ennek alapján fedeznek fel, mint nagy tehetséget. Ne hülyéskedj, én nem vagyok ilyen klassz csaj. Köszönöm. Kíváncsi vagyok, ki engedné nekem az utcára egyedül. Amilyen jól vezet. Hát, azt hallottam, hogy minden hetedik ember megpattan. És? Késve jön vissza? Nem. Elszívódik a tömegben. Örökre. Mi csak? Kit látnak szemeim? Hogy kerül ez ide nappal? Arról volt szó, hogy mindig éjszakás. Fogd meg egy pillanatra. Azért van még vér az ereimben. A szipolyoz is. Betty, várj! Most megkapod a magadét. Végtelenül sajnálom. El tudom képzelni, mennyire sajnálod azok után, hogy hónapok óta kérdezik. Meg kellett volna állnom, de véletlenül tovább mentem. Tudod, mi való neked kis szurtos képű fákon csimpaszkodni, és nem ilyet vezetni. A beteg úgy látszik nem mindig kiszolgáltatott. Jó napot! Megint azt álmodtam, hogy használtam a kezem. De felébredtem. Nem szeretek búcsúzni. Ugye tudja, hogy nem sokára hazamegyek. Ráír egy kicsit, Johnny. Hogy beszéljünk. El se hiszem. Lassan két éve, hogy megkérdezték tőlem, ráérek-e. Hálás vagyok érte, Barbara. És a többiért is. Maga nélkül sose sikerül. A gyógytorna a szakmám, Johnny. A végtagterápia, ezért találkoztunk. Saját magát ültette ebbe a székbe, nem a balsorsműve ez. A főiskolán úgy tanultuk. A fejesugrás, motorozás szindróma. Illik megkérdeznem, hogy ez mit jelent? Ha nem kérdezi, akkor is el kell mondanom. Az erős fizikum embereknél gyakran előfordul, hogy szinte tudatosan keresik a veszélyt, hogy próbára tegyék magukat. Most például 3 motorbalesetes betegem van. És mindhárman arról ábrándoznak, hogy egyszer újra motorozni fognak. Miért kell ezt végighallgatnom? Mert azt hiszem, eddig nem elég figyelmesen hallgatott. Nekem is lehetnek elképzeléseim, még ha így jártam is. Ki engedne? Johnny. Maga nagyon normális lány. Nem valami kifacsart módon viszonyul az élethez. Ha állandóan ismételgetni fogja magának, hogy sikerül, és ez csak önáltatás, akkor sajnos borzasztó nagy kudarcok várnak magára. Ezt tudnia kell. Maga nem fogja soha ezzel a két kézzel megfésülni a haját, vagy kirúzsozni a száját. Nem fog autót vezetni. Soha. Akkor nem megyek haza. A kezem nélkül nem akarok. Abba már beletörődtem, hogy a tolószékben kell leélnem az életemet. De mi vagyok kéz nélkül, egy mi haszna korcs? Hát nem maga buzdított, hogy mindent adjak bele, és rendbe fogok jönni. Meg akar szabadulni tőlem, mert valakinek kell az ágyam. Nem igaz. Nincsenek csodák?
nincsenek. Még visszacsinálhatjuk. Egy szabadba kerül. Ne engedjük el magunkat, jó? Értelek. Egy ilyen szép ló nem kallódhat el. Kapja azt, amit megérdemel. Igen? Ki ez a srác az udvaron? Diana ajánlotta be, nyári munkát keresett. Valamilyen Steve. Gondoltam, legalább tehermentesítjük apát. Úgy dolgozik, mint egy megszállott. Az iskolát. Ne temetkezz egy hülye évkönyvbe. Ki vagy te, hogy tudod, mi a jó nekem? Sajnálom, de a barátnőd vagyok. És nem csoda, ha ebben a minőségemben ráérzek. Kértelek, hogy a barátnőm légy? Add ide a könyvemet. Az enyém. Vigyázok rá. Dáj! Add vissza, kérlek. Bocsáss meg! Dáj! Na jó. Itt a nagy alkalom, ketten maradtunk, te meg én. Jó reggelt, Erikson kisasszony! Jó reggelt! A papáját várom. Azt mondtam, ha kijavítjuk a tetőt. Mondd, hogy Gianni. A látszat ellenére nem vagyok olyan öreg. Azt látom. Gianni. Mi az a jó könyv, hogy még a tetőn is olvasod? Ézsaiás könyve. Akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyra kelnek, mint a saskesejük. Futnak és nem lankadnak meg. Járnak és nem fáradnak el. Milyen költői? Ugye? Persze átvitt értelemben futnak és járnak. Nem a lábukkal. Nyilván.
vagyok elégedve, fiam. Ügyesen és alaposan végzi a dolgát. És mégis hol tett rá Szebb Diana? Azt hiszem, többször is mondott beszédet náluk a templomban. Szóval, biblia magyarázó. Aha, az apja meg prédikátor. Ne viccelj, és hol? Fogalmam sincs. Talán utcai prédikátor. Diana említette, hogy van egy kordéjuk. Kordé? Óriási. Gondolj csak el, ott állnak ketten egy sarkon, csörgődobbal. És szórólapokat osztogatnak rajta az ördög képével, meg viszkis üvegrajzzal. Nem ulassz el az örökké valóságot. Jaj, de rosszak vagyunk. Azért érdekes lenne elbeszélgetni vele. Hallottam, hogy ön birkózó bajnok volt, Erikson úr. Nem igen nézni ki belőlem, de valaha két vára fektettem a nálad nagyobb súlyúakat is. Tavaly én is elindultam az ifjúságiban, de kiestem. Folytassa. Nagyon érdekel. Olyan jó lenne, ha kívülről többet tudnék mutatni abból, ami bennem van. Tudja mit? Ha befejeztük, mutatok néhány fogást. Kedves Dick, nem tudom miért, de Isten nem hallgatja meg imáinkat. Én már soha nem fogom használni a kezemet. Amíg élek, függeni fogok valakitől. Nem lehet belőlem olyan feleség, ami erre szükséged van. Azt akarom, hogy szabadon válasz magadnak másik társa. Hé! Mi újság? Ez beakadt. Hogy csináltad? Szép vagy. Szia. Csak ennyi, semmi több. Nem tetszik a szia? Azt akarom, hogy szabadon válassz magadnak másik társat. Hogy gondolhatsz ilyesmire? Minden mulandó, Diki. Akivel együtt nő fel az ember, attól is eltávolodhat. Johnny, én azt hiszem, hogy Isten ajándéka mindig jó. Ha ő azt akarja, hogy egymáséi legyünk, akkor jöhet bármi. Megbirkózunk vele. Ki tudja, talán akkor is így éreznék, ha nem volnék tolószékhez kötve. Az élet alakít benne. Hány olyan filmet láttunk, ahol szerelmesekből jó barátok lettek? Az én érzéseim soha nem fognak megváltozni. Thank you.
Diana. Kurjensnek jó, itt vagyunk. Örülök, ha nem kell látnom. Szia, Dáj! Szia! Mi a bajotok egymással? Hé, mit csinál? Sziasztok! Képzeljétek, megismertem álmaim lovagját. Ki az? Frank Mood. A dolognak egy szépséghibája volt, hogy lóháton ült. És? A Marylandi lovasok egylete nyomlovaglást rendez a hétvégén, és hívott, hogy menjek el vele. Az a helyzet, ugye a legmagasabb állat, amin életemben ültem, egy póniló volt, és abban is majdnem belehaltam. De a hétvégére lóra termetnek kell lennem. Jó remény. És... Minden ló ilyen iszonyúan magas. Vessék a kantár, fogd meg. Jaj! Disznóság! Hagyd, hogy lépésben menjen. Állj meg, te ló! Állj be meg! Jaj! Mit csináljak? Ülj egyenesen! És tartsd határozottan! Tudod, hogy egy ilyen nyomlovaglás 4 óra hosszát is eltart? Malnár írtóklasz pulcsik vannak leárazva. Jó, először oda megyünk. Aztán eszünk valamit. Apa új elképzelése az izmok fejlesztéséről. Belezugtál egy lányba? Há? Bajnok akarsz lenni, hogy imponálj egy lánynak? Az utolsó évben nem ártana egy kis dicsőség. Én szerettem suliba járni. Igaz, hogy utcai istentiszteletet tartottál az iskola előtt? Igen. A srácok pénzt dobáltak. Nem félsz, hogy szív bajt kapsz? Öregem! Szuper jó! Próbáld a szél irányába. Ő is úgy van, mint én. Hol fent, hol lent. Miért? Mit vártál volna el Istentől? Hogy felfüggessze a gravitációt a te kedvedért? Istent angyalok egész serege veszi körül. Egyet leküldhetett volna, hogy gyengítse az ütést. Nyilván te is tapasztaltad már, hogy az emberek zöme keresi őt. Ki így, ki úgy. Mindenki a maga módján. Ahogy mi is. A hatalmas automata az égben. Hogy felel a kérdéseinkre? Neked kell megtalálnod hozzá az utat, ezt nem vállalhatom helyetted. Itt hagyod a Bibliát, nem tévedsz el nélküle? Megtalálsz benne mindent. Türelem. Azért jöttél ide apámhoz, hogy engem megtéríts? Szívemen viselem a lelki üdvödet.
meg micsoda? Ja? Stevie, itt hagytam. A harmadik bibliád. Lehet, de ez be van jelölve. A fontos részeknél. Most olyan homályosan látjuk Istent, mintha egy tóban látnánk a tükörképét. De egy nap majd szemtől szembe látjuk őt, olyannak, amilyen valójában. Azoknak, akik nem ismerik Istent, tudom, bolondságnak tűnik, hogy Jézus azért halt meg, hogy megmentse őket. Isten a maga bölcsességében gondoskodott róla, hogy a világ ne emberi érvek alapján ismerje meg őt. És Isten még erőtlenségében is a kereszten erősebb volt az emberek erejénél. De valaki azt kérdezhetné, hogy támadhat fel egy halott? Az elvetett mag elhal, mire a növény kisarjad a földből. A zöld növény már nem ugyanaz, mint a mag, amit elvetettél. És ahogy más a mag, és más a zöld növény, ugyanúgy minden test sem egyforma. A mennyei angyalok teste teljesen más, mint a miénk. Az ő testük szépsége és dicsősége is más, mint a mi testünk szépsége és dicsősége. De aki Krisztusé lesz, az olyan testet fog kapni, amilyen az övé. Az pedig biztos, testvéreim, hogy húsból és vérből való földi testünk nem mehet be Isten országába. Ez a romlandó test nem alkalmas arra, hogy örökké éljen. Próbálom többé minden áron megmagyarázni. Bármilyen meglepetésed is van még számomra. Vagy ha nem is lenne, azt hiszem rád tartozik. Csak segíts, hogy ne nagyon akadályozzalak. Mit csinálsz? Én beszélek. Késő van, aludj.
hogy engedted Steve-et belépni az életembe. Hogy ő elvezessen hozzád. Tudom, te akartad így. Tavasz 1972. Legyenek szívesek, ide néz. Igen, nagyon jó, mosolygunk. És tessenek maradni, még nem fejeztem be. Igen, bár is veszem a következőt. Húzódjanak bejebb a szívén. Átmegyünk oda? Ébre, egy vendéged jött. Micsoda? Talán kicsoda? Azt állítja, hogy te hívtad. Őrület. Jó reggelt. A nappaliban van. Maga? Remélem, nem túl korán. És minek köszönhető? Azt mondta, bármikor jöhetek. Szó szerint így le is írtam. Segíts! Nagyon jól emlékszem magára az esküvőről, és arra is, hogy megnevettetett, de a nevét elfelejtettem. Don Bertolli. Bertolli, két ellen. Két ellen. Egyébként ma is nagyon csinos. Kávé? Igen, az jó lesz, kösz. Kérek. Szerintem a legjobb idő egy kocsikázásra. Hova? Ahogy alakul. Oly mindegy. Florida? Elég nagy mutatvány engem áttenni az autóba. Nem baj, megtanulom. Johnny, ugye, hogy van rajtam fölösleg? Könnyű, mint a pehely. Johnny! Szereti a természet? Én nagyon. Lovagoltam. Teszünk egy kis kitérőt. Igazán semmit se érzel? Tudod, a lábomban meg a kezemben nem, de a karomban érzek valami olyat. Képzeld el, hogy a lábad alszik. Akkor hogy járjon? Miért nem operálják meg? Mert nem lehet. Szia. Szia. Ők a srácok. Szevasz, Jay. Milyen volt? Milyen? Isteni! Örülök. Inkább én. Oh.
De nehéz lettél. Ja, persze, a dupla pizza. Így jó? A lábamat is. Tényleg nagyon klassz volt. Kösz szépen. Én is. Várj! Tessék megállni! Erre az útra nincs jobb a sikványod. Mondd meg, ha tudsz, de úgyse tudsz. Á, sorombó! Szabás értés. Megyek már! Lényeg, hogy végül is elrendeződött. Máskor, ha kevesled a kaját, nekem szóljon. Én értem. Johnny, őből? Nagyon örülök, Johnny. Én is. Úgy szép az élet, ha zajlik. Nem én mondtam. Mehetünk? Vigyázz, mert nagyon hideg. Ó, te kis mohó. Még egy kicsit? Nincs. Beszél. Most én vagyok az elvarázsolt királylány. És én a királyfi. Mi, akik hiszünk, egyé leszünk Krisztussal, mint Isten csodálatos, örökké bővülő templomának részei. Ebéd óta itt strázsálok. Két órát mondtál. Na várj. Álljunk meg egy pillanatra. Nem mondtam, hogy itt várj. Ez igaz. Rettentően be vagyok fogva, ezért késtem. Látom, hogy nem kedveled. Rámenős. Teljesen rátelepszik, és nem értem, hogy miért. Ő más, mint mi. Mindenért meg kell küzdenie. Adsz egy kis kávét? Azt hittem, Dickel, lezártad ezt a dolgot. Lezártam? Mint egy apáca? Most mi bajod? A szerelem több annál, mint ami nyaktól lefelé történik. Nem érted, miért mondom? Hányszor akarod válságba sodorni magad? Ez a papír egész éjjel lázott. Vedd ki, légy szíves! Erős. Ha netán úgy fordulna, tudni fogja, mit tegyen. Johnny, az érzések, a szép szavak könnyen elkapják az embert. És ő ért a szép szavakhoz. Egyszer úgyis meg kell szabadulnod tőlem. Diana. Biztos terhes. Hello. Sziasztok. Nem fogjátok kitalálni, mit hoztam. Jaj, annyira izgulok, hogy mit szóltok hozzá. Mi ez? Első díj. Egy hónapja küldtem be. Megmondtad, hogy a számmal rajzoltam? Á, nem. Nem tudnak rólad semmit a világon.
Mégis te nyertél. Tehát ez, és utána ez. Aztán, ha egyszer szót fogadnának az ujjaim. Na szóval, az a lényeg, hogy bővített akkord. Johnny, hogy elejét vegyük a további vitáknak, nem lenne jobb, ha tőle kérdeznénk meg? Miért? Mert Jézus azt mondta, kérj, amit akarsz a nevemben, és megadom. De ez... Ne! Az én hitem kettőnknek is elég. Don, van egy perce? Hogyne. Menjünk ki. Nem a gonosz ordas farkas vagyok, hogy bántanám őt. Akaratán kívül. Nézze, én valóban hiszem, Istennek célja volt, amikor megismertetett bennünket. A házasság? Remélem, Isten engem se zár ki belőle. Nem gondoskodhat róla egy életen át. Szoktál álmodozni? Előfordul. Álmomban. És amikor fent vagy, nem ábrándozol róla? Hallod, hogy te milyen öntel tudsz lenni? Na és kettőnkről. Arról, hogy mindig együtt. Hát persze. Bizonyos álmokról le kellett mondanom a saját érdekemben. De jó is lenne. Egy kis zúg. Benne minden célszerű és könnyen kezelhető. Ígérem, hogy a mosogatásból nem csinálok nagy ügyet. És mi lesz, ha egyszer csak úgy érezzük, hogy nem bírjuk tovább? Bebújunk az ágyba. De nem azért. És... jaj... Hogy lesz gyerekünk? Nem érdekel. Egyet akarok. Amíg élek, téged szeretni, mert már belekóstoltam. Nem kívánok többet. Akkor mondd ezt, ha már biztosan tudod, hogy akarod. Istenem, ha akarnád. És a sültalmát? Ah, tényleg, ez jó ötlet. Rendelünk sültalmát, és dúcsizunk egy jót. Főleg az a jó benne, hogy nem csömörlik meg az ember, mint a nehéz tejszínes krémektől. Dupla adagot is ehetünk. Az két darab. Igen. Aki hozzád tartozik, azt tudom, hogy éred itt csodák. Hadd legyek most én.
Egyszer még a kórházban berontott egy fiatal ember a szobámba, megragadta a karomat, és hosszan és hangosan imádkozott. Most is előttem van az arca. Istenem, gyógyíts meg ezt a nőt! Görcsöt kaptam, és vacogni kezdtem. Azt hittem, ez a gyógyulás. Amikor ez történt, gyerek voltál. Te mondtad, az úr Steve-et küldte hozzád, hogy fejlődni tudj. Most tovább léphetsz a hitedben. Hogy is van az a sor? Isten akarata, hogy teljes légy. Tehát ez fizikailag lehetetlen. A gerincem miatt. Ha van köztetek olyan, aki szenved, ha van olyan, aki beteg, imádkozzon. Kérje az Urat, hogy gyógyítsa meg. És az ima, ha hitből fakad, meggyógyítja őt. Johnny, én hiszem, hogy Isten azt akarja, meggyógyulj. Drága Urunk, tudjuk, hogy Te mindenre képes vagy. Johnny és én hiszünk, Atyám. Hiszünk a Te szavadban, amely azt mondja, minden lehetséges azoknak, akik hisznek. Atyám, a mi Urunk, gyógyítsd meg Johnnyt, hogy együtt szolgálhassunk neked. Ámen. Ámen. Talán nem akarja most mindjárt. Majd hívlak. Igen. Nem telefonál. Egy hete színét se láttuk. Mondd, soha nem akarsz beszélni róla. Talán 20 év múlva. Ismételgetem, hogy mozduljon meg a kezem és az ujjam. De nem értik az üzenetet. Azt gondoltam, Uram, dicsőíteni fogod magad azáltal, hogy talpra állítasz. Mélységesen hittem. Teljes szívemből. Bizonyára valami más tervezel. És én bízom benned. Bármi is vár rám ezután. Messzire jutottam. Nem fordulok vissza. Jay! Mi az? Jay! Gyere csak!
Gyere már, nem hallod? Ég a ház. Eltűntek a képeim. Akkor kitalálta, hogy összehoz egy kiállítást. Kiállítást? Mi az, ebben a családban mindenki megőrült? Ki az a hülye, aki megrendezné? Apa talált valakit, nem tudom ki. Csendcsere null a hó, és a ház lombja. Remélem, nem lesz senki. A puszta gondolattól, hogy egy csomó idegen bámul. Mikorán van? Figyelj, Gianni, nehogy sikíts a meglepetéstől. Kiírtam az árakat. Micsoda? Szóval nem csak ki vannak állítva, de eladók is? Rökjetek ki egy teherautó alá. Kedves nézők, Szemtanú című műsorunk mai adásán bemutatom önöknek Johnny Erickson helybeli festőművész édesapját, aki maga is mozgáskorlátozott. Erickson úr, mikor kezdett cserbe festeni? A lányom 17 éves volt, amikor a baleset érte, és ezt követően a gyógyterápia során fordították figyelmét a képzőművészet felé. Hű, de csodafé. Gyönyörű csokor! A lányomé, a polgármester ajándéka. Képzeljék! Nem, nem, én ezt nem élem túl. Johnny, nézd, ott van a papád. Nem, nem, nem akarok bemenni. De bizony, azért jöttünk. Bár csak használni tudnám a kezem, megfojtanálak mindkettőtöket. Na, mint csak az ilyen. Mennyien vannak? Az a jó. Johnny, mit kíván elmondani a nézőknek, akik figyelemmel kísérik a Szemtanú műsorát? Hát... nem sokat. A rózsacsokrot az édesapjától kapta? Nem. Mit mondtál, kitől? A polgármestertől? Igen, a polgármestertől. Ne arra gudjon. Ugyan már, nagyon jó. Mondhatom én is. És most ezzel már a búcsúzunk a viszontlátásra. Nem értem. Mi a baj? Biztosra vettem, hogy Don eljön. Én nem láttam. Apa, ez csodálatos. Nagyon büszkék vagyunk rád. Mennyi a bevétel? Majdnem $1000. És hátra van még egy hét. Azzal a biztos, hogy az összes kép el kell. Ez a te napod szívem. Miattad van minden. De minek köszönhetem? Ne szerénykedj, a tehetségednek. Hallottam egy pár beszélgetni. Most jöttek vissza Európából, és azon vitáztak, hogy melyik szobába tegyék ki a képedet. A fürdőszobába. Ez tetszik a legjobban. Ön azt kép? Olyasmi. Kérem, levenné róla az árcédulát. Ez nem eladó. $125. A barát nem kissé eltájolta magát. Elárulná, hogy mi a titka? Titka? Minek? Ja. Elmondhatom itt röviden és tömören, de ha nem siet esetleg, nézhetünk egy szabad asztalt, ha úgy gondolja. De tolnia kell. Középiskolát
Mikor fejezted? Én? 67-ben. Tényleg? Én is. Erre a problémára nem készítettek fel az iskolában. Nem, engem se. Abba a csoportba tartozott, hogy a társadalomtudomány vitatott kérdései. Pontosan. Mennyi kérdés? És milyen kevés az elfogadható válasz az életben? Tőlünk az osztály fele tovább tanult. A másik fele bevonult. Ki túlélte, ki meghalt. És vagyunk egy páran, akiket tacsra tett. Azt bezzeg nem mondták, hogy a világ egy nagy szemétdomb. Igaz? Egy valamit biztosan tudok. Hogy kinek köszönhetek mindent. Úgy gondolja, van mit? A nyugodt álmokat. A terült, a nevetést. Nézze! Ha valóban létezik mennyország, és ha Jézus valóban azért halt meg a kereszten, hogy Istenhez közelebb jussunk ezáltal, akkor megismerni őt és mindazt, amit ez jelent. Mindenkinek érdemes, még magának is. Inkább legyek ehhez a székhez kötve úgy, hogy ismerem őt, mint hogy nélküle járni tudjak. Látja, soha nem fogalmazódott meg bennem így, eddig a percig. Akár önállítás, akár nem. Elfogadom. Megkérhetem, hogy toljon vissza. Jaj, ne! Nyugalom. Hagyjuk egymást. Gianni. Szia! Szia! Ahogy. Láttalak a 6 órás hírekben. Nagyon büszke voltam rád. Elég jól ment, de azért nem vállalnám még egyszer. Gianni, hadd mondjam el, mi van velem. Nem kell. Anélkül is tudom. Minek vesztegessük a szót? Gianni. Hívnak egy táborba éjszakra. Szeretnék, ha fiatal lenne a vezető. Úgy döntöttem, hogy vállalom. Óriási. Mikor indulsz? Ma este. Azonnal be kell állnom. Jobb nekem a gyerekekkel. Kérdezhetek egy butaságot? Mielőtt elhagysz egy nagyobb és jobb cél miatt? Kérdezz. Amikor hozzám értél, mi volt rá az okod? Hogy kitapasztalt, hogyan reagál egy ilyen lény? Ugyan. Gianni, én úgy csókoltalak, úgy öleltelek, és úgy tartoztam hozzád, ahogy férfi a nőhöz. És csodálatos volt. Nem vonzódtam még nőhöz soha ennyire. De nem annyira, hogy szembe tudj nézni a nehézséggel. Gianni. Azt hittem, Isten majd elrendezi.
Mert azt akarja, hogy egymásé legyünk. Látod, eljöttem magyarázkodni, és tele vagyok kétségekkel. Fölösleges magyarázkodnod. Nem tudom, mi lesz ezután, túljutok-e rajta valaha. De kérlek, maradjunk barátok. Bocsáss meg nekem, és legyünk barátok. Abban a táborban szerencsések a gyerekek. A lényeg, hogy élek. De most szeretnék magamban maradni. Tudjátok, egyszer megkérdezte valaki, hogy sikerült rendbeszednem az életem. Akkor nem igen tudtam többet mondani, mint hogy Jézus segített hozzá. Nem nagyon ismertem még a Bibliát akkor, de éreztem, hogy Isten összerakja az életem szétesett darabjait. És hogy amit értem tett, szinte csoda. Ma már tudom, az Úr valami olyat hoz ki belőlem, amire nem lennék képes soha magamtól. Persze ez nem azt jelenti, hogy értek mindig mindent, de tudom, hogy ott van nála a válasz, és várok. Mielőtt ide indultam, azon gondolkoztam, milyen nagyon sokféle nyomorúság van a világon. Szétdúlt családok, összetört szívek, szorongás, félelem, keserves magány. A lelki betegség ugyanannyira gátolja az embert, mint a tolószék. Én tudom, mi az, de azt is tudom, hogy Jézus azért szenvedett a kereszten, hogy mi meggyógyuljunk. Ha arra gondolok, hogy Jézus elviselte a keresztet, mert engem szeretett, akkor, amikor én még nem is tudtam róla, megnyugszom, mert érzem, hogy felfedeztem egy másik világot. A mennyek országa mennyei lesz, mert Isten új értelmet ad nekünk, és új testet. A Biblia azt ígéri, hogy ott együtt örülünk majd vele örökre. Alig győzöm kivárni. De jó is lesz megállni az Úr előtt a saját lábamon, és egészséges épp kezemet a magasba lendítve azt kiáltani, hogy az egész világegyetem meghallja. Jézus Krisztus az, akinek vallja magát, az Isten fia. De ez csak a kezdet. Hogyha nem mentem volna el úszni a Chesapeake-öbölhöz azon a forró júliusi napon 1967-ben, tudom, most nem ülnék itt, hogy beszéljek nektek Isten dicsőségéről. De itt vagyok. Köszönöm szépen.
so sail like a cloud upon the wind, free and strong to carry on until the journey's end. Engedd szárnyalni lelkem, atyám, mint felhőt engedj szállnom szabadon, míg véget ér földi utazásom. Minden utamat vezérled, múltam, jövőm te adod. Égi nagy kegyelmed által megtudtam, hogy ki vagyok. Köszönöm hát, jó atyám, szent fiadat, az imádság birodalmát, s bár a kétkedés nagy, a mély hitet, hogy te valóban vagy. Szent szavad rejtelmei, napjaim kérdései, kutatom, hogy megértsem éltemben bölcsességet. Jézus megy előttem, mutatja ösvényem, mely hozzád vezet. Köszönöm hát, jó atyám, szent fiadat, az imádság bizodalmát, s a kétkedés elhagy, mert él hitem, hogy te valóban vagy. Igen, valóban vagy. Hiszem, hogy amit a Biblia mond, az igaz. Jézusnak fontos vagy. Ha elfogadod őt megváltódnak és uradnak, életed legnagyobb döntését hozod meg. Ebben a kapcsolatban megismerheted az igazi szeretetet, megbocsátást és békességet. Imádkozom, hogy minél előbb ismer meg őt te is. Nem azért, mert vele egyszerűbb, hanem mert ő az igazság.